Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben így megszokhatták, a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Kecskeméten kezdi a bajnokságot a Hübrén Nyíregyháza Blue Sharks. Bronzérmet szerzett kardban a pizzai világkupán Tarjányi István. A tabella második helyén álló Gyirmóthoz látogat a Nyíregyháza Spartacus. Feljutott a főtáblára a Nyíregyházi Sportcentrum U16-os kosárlabda csapata. Pénteken rajtol a bajnokság a férfi kosárlabda NB1 átcsoportjában. A nyitófordulóban a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks Kecskeméten lép pályára. Az utolsó Honvéd elleni felkészülési meccset követően teljessé vált a Kékcápák játékos kerete. Most járt le úgymond a próbajáték a Jordan Williamsnek, de láttuk egyébként már a múlt héten, hogy egyre jobban illeszkedik a csapatba, és egyre jobban fizikálisan is nyeri vissza az erejét. Úgyhogy természetesen fontos volt, hogy hogy fog játszani a Honvéd ellen, de mind a csapat jó teljesítmény nyújtott, közel 20 ponttal tudtunk nyerni az utolsó edzőmérkőzésükből. És ami a legfontosabb számomra, hogy végre először teljes kerettel tudtunk kiállni. Ennek a csapatnak még biztos hetek kellenek, még igazi csapattá összeérik, de bizakodva várom a bajnokságot, bár a sorsolásunk nem a legegyszerűbb. Tavaly egyértelmű volt, hogy újoncként a biztos bemaradás kiharcolása a cél, ez meg is történt. Ennek a szezonnak milyen hivatalos célkötődéssel vág neki a csapat? Miután hasonló büdzséből indítottuk ezt a szezont is, ezért azt gondolom, hogy a célok is hasonlóak. Természetesen nem látjuk még pontosan az erőviszonyokat, de bízom benne, hogy a biztos bemaradás mellett lehetnek merészebb álmaink is. Szeretném, hogyha el tudnánk érni a tavalyi helyezést, és hogyha esetlegesen úgy alakul, akkor meg is javítjuk azt, de ettől függetlenül úgy fogunk neki menni a szezonnak, hogy minden meccs élethalál kérdése, úgyhogy szeretnénk először a biztos bemaradást. Hétetes felkészülés követően vág neki a csapat a bajnokságnak. Ugye azt szokták mondani ebben a sportágban főleg, hogy mindig alakul egy csapat, de most milyen érzésekkel várod a rajta? Túl vagyunk néhány edzőmeccsen, mennyire sikerült elvégezni azt a munkát, amit elképzeltél? Olyan szempontból pozitívan várom, hogy a játékosok hozzáállása és a befektetett energia az nagyon jó volt a felkészülés során. Annyi, ami nehézségünk volt, hogy pár játékos mozgás, illetve végén kellett légiós cserélni, illetve pár sérülés nehezített a dolgunkat, tehát ez sajnos benne van. Tehát ilyen kicsikét ilyen kettős, de inkább azt mondom, hogy a pozitív gondolatok dominálnak. Ennyi játékos cserénél, nem csak nálunk, hanem mindenkinél biztos, hogy változik a játék. Most ebben az előttünk álló szezonban milyen csapatot szeretnél a pályán látni? Energikusabbat és kicsikét stabilabb lepattanózást szeretnénk megvalósítani, hiszen tavaly elég sok meccsen szenvedtünk a lepattanózásra. Próbáltuk a csapatot úgy kialakítani, hogy ebben jobbak legyünk, illetve hogy kicsikét mozgékonyabbak legyünk. Úgy gondolom, hogy ez sok meccsen működött is. Nyilván ami ennek az árán van az, hogy nagyon fiatal a csapatunk, és sajnos kiegyensúlyozatlannak vagyunk még, és ezt akár meccseken belül is, de valóban el kell tenni a pár fordulnak, hogy lássuk az ellenfelek erejét és lehet a magunk erejét is. Kecskeméten kezdünk, ugye tavaly is Kecskemét ellen kezdtük a bajnokságot, itt egy végleteki kihezett meccsen, utolsó pillanatban kapott kosárra kaptunk ki. Milyen meccsre számít, azt gondolom, fordított előjellel, elégedetlenül egy ilyen eredménnyel? Egyértelmű, hát a Kecskemétnek nagyon egy erénye, hogy együtt maradtak, és Milos Borisov személyében egy nagyon rutinos légiós, amit ki is tudták pótolni, illetve a Pollardot úgy gondolom, hogy a Town személyében egy szintén hasonló kvalitású játékmesterrel tudták pótolni. Ez az erősségük, hogy egybe maradtak, rutinosak, biztos, hogy nagyon nehéz dolgunk lesz. Azt mondom, egy kicsikét a két stílus fog összecsapni, a fiatalság és a rutinos játékosok. Igyekszünk meglepetést okozni. Egy bajnoki rajt előtt általában az edzők, játékosok elmondják, hogy nagyszerűen sikerült a felkészülés, minden rendben. Majdnem 8 hetet dolgoztatok. Te belülről hogyan érezted, hogy milyen felkészülés után várjátok ezt a szezon? Úgy gondolom, sikeres volt a felkészülésünk. Nagyon jó mérkőzéseket tudtunk játszani. Ugye megrendeztük a Sitku Ernő emléktornát, ahol ezüstérmet tudtunk szerezni, ami jó eredmény. De talán még fontosabb, hogy olyan csapatok ellen tudtunk játszani, akik a bajnokság felső harmadába várhatóak. Gondolok itt ugye Szolnokra, Debrecenre. És ellenük győzelmet nem sikerült szereznünk, viszont nagyon bíztató periódusaink voltak, és hát ugye azt a Honvédot sikerült kétszer legyőzni, aki vélhetően majd inkább a vetétársunk lesz, bár ne legyen igazam, és küzdjünk a Szolnokért és Debrecen ellen, de ebből a szempontból mindenképpen sikeresnek mondható a felkészülés. Kicserült nagy rész a csapat, 5 új légiós érkezett, ugye tavaly a csapat egyik erénye az volt, hogy nem csak a pályán, az öltözőben is nagyon jó volt a kohézió, most hogyan alakul? Dolgozunk rajta, igen, ugye a kohézió egyik fontos eleme, csapatkapitányunk Busz Iván eligazolt,
az ő posztját igyekszem én betölteni, és a pályán kívül is azt a szerepkört betölteni, ami ugye szükséges ahhoz, hogy a kohézió jól kialakuljon. Azt gondolom, hogy fiatal srácok érkeztek a világ minden tájáról, ugye Szlovákia, Egyesült Királyság, Amerikai Egyesült Államok, tehát kultúrák keverődnek, de mindenki fiatal, szeretik a kosárlabdát, jó személyiségek, úgyhogy ez adott ahhoz, hogy egy jó kohézió alakuljon ki. Bronzérmet szerzett kardban a pizzai kerekesszékes világkupa versenyen Tarjány István. Novemberben, Egerben már olimpiai kvótáért harcolt Pákei Béla tanítványa. Kis túlzással azt lehet mondani, hogy ha pizza is, akkor világkupa éremmel térsz haza. Ez a mostani bronzérem milyen körülmények között született meg? Köszönöm. Igen, az utóbbi időkben szerencsére mindig sikerült pizzámból úgy visszatérnem, hogy éremmel a nyakamban. Ennek nagyon örülök és nagyon büszke vagyok rá. És most is, hogy sikerült egy bronzérmet szereznem ebben az igen erős mezőnyben. Úgyhogy nagyon örülök. Ha minden igaz, akkor picit kalandos körülmények között született meg ez a bronzérem. Milyen volt ez az asszó, ami erről döntött? A négy közé jutásért, ami már éremért ment, ott egy francia ellenféllel, egy paralimpiai negyedik helyezettel vívtam. És nagyon szoros volt, sajnos a zsűri nem volt a toppon mindig, és egyszer elnézte a gomnyomást a gépen, le is vezette a tust, 12-11-re én vezettem, és akkor levezette, hogy én adtam a tust, miközben a gépen pedig az ellenfelemnek nyomta be a gombot, tehát ő neki adta meg. És nem értette, hogy mi van, miért háborodtunk fel, persze azonnal az edzők, mindenki beugrott, hogy mi ez, hát hogy lehet így, és én sem értettem az egészet. Utána pedig volt egy 5-10 perc szünet, amikor erről vitatkoztak, és az a döntés született, hogy nem adta meg ott senkinek, miközben én adtam, és maradt a 12-11, utána pedig sikerült fejben ott maradnom, és teljesen a meccsre koncentrálnom, és ennek következtében sikerült háromszor egymás után tust adnom zsinórba, és így lett 15-11. Mennyire motiváló ez a folytatás, illetően az eredmény és az a szereplés? Nagyon motiváló, és nagyon örülök neki, mert ez egy előketet ad annak, hogy a kvalifikációs időszakra felkészüljek és elinduljak rajta, és remélem, hogy ugyanígy sikerül majd tovább is menetelnem. Októbertől már kezdődik a kvalifikációs időszak, Egerben lesz egy világkupa verseny novemberben, oda milyen célokra utazol, hiszen azért gondolom hazai környezetben egy picit mindig könnyebb már csak a közönség miatt is és a megszokott környezet miatt is versenyezni. Igen, nagyon szeretek hazai körülmények között és hazai pályán versenyezni. Itt van helyben, nem kell messzere utazni, nem annyira fárad el az ember, és sokkal jobban tud koncentrálni a versenyre. Nagyon jó körülmények között leszünk, és remélem, hogy ott is sikerül érmet szereznem, az a célom. Valamelyik fegyver nem élvez-e prioritást? Mind a kettőben indulok, és mind a kettő fontos, viszont a szívemhez közel áll a kard, inkább, mint a párbajtőr. Ha nézzük a nemzetközi mezőnyt, kardban vagy párbajtőrben nagyobb a konkurencia? Mind a kettőben. Nagyon erős a mezőny, és az én kategóriámban, a B kategóriában a kard pedig kimondottan erős. Milyen körülmények közt tudsz dolgozni, megvan-e minden feltétel ahhoz, hogy a versenyekre megfelelően fel tudj készülni, és megfelelő állapotban tudjál utazni? Igen, szerencsére minden körülmény adott, és ahogy kiköltöztünk a sportcentrum úgy csarnokába, ott is minden feltétel adott, és nagyon szuper és profi körülmények között készülünk a versenyekre. Hosszabb, viszonylag sikertelen időszak után szerzett egy világkupa bronzérmet Pizában Tarjány István. Milyen felkészülés után, milyen célokkal engedted el Olaszországba? A következőt meg kell állapítani, nem volt sikertelen az időszak, csak az érmek nem úgy jöttek össze, hogy mi szerettük volna, és ugye ezen mentálisan dolgozni kellett, hogy ezt a gátat leromboljuk. És ez azért nagyon fontos volt, hogy Pizába újra érem volt, és így térhetett haza, mert ugye október 1-én kezdődik a kvalifikációs időszak, és az az önbizalomnak azért nagyon nagy szerepet játszik, hogy a továbbiakban hogy áll oda az ember a pástra. Milyen úton lehet kijutni majd Párizsban? Ez év október 1-től 24. május 31-ig fog tartani a kvalifikációs időszak. Ezen belül lesz 10 világkupa verseny, 2 Európa-bajnokság. Ebben az évben lesz Európa-bajnokság is 24-ben és 23-ban világbajnokság. És a 10 világkupából számítani fog a 6 legjobb, illetve a 2 EB-ből a jobbik és a VB. Ezeken kell kvalifikálnia magát, hogy ki tudjon jutni a párizsi paralimpiára.
edzőpartnerek, anyagi háttér, ugye világkupa versenyeket említetted, lesznek tengeren túli versenyek is, mindenhol el tud jutni? Természetesen, hiszen a paralimpia utaztatja, úgyhogy a versenyzőknek ez nem kérdés, hogy minden világkupán részt tudnak venni, tengeren túlon is. Mennyit dolgozok, hogy kell elképzelni heti szinten? Gyakorlatilag a mozgássérült sport profi szinten nem különbözik az épsporttól, tehát ugyanannyit kell neki edzeni, mint egy épsportolónak, aki világszintű, tehát ez a heti 7-8 edzés az el lehet számolni mindig. Picit térjünk át rád, a közelmúltban kaptál egy országos elismerést, Málna István díjat. Milyen érzésekkel vetted át ezt az elismerést? Én meglepődtem ezen, mert az ember nem azért csinálja, hogy kapjon díjat, de nagyon büszke vagyok rá, nagyon jól esett, és tudomásul kell venni, hogy bárcsak 10 éve van ez a szakosztály, ugye nem csak kerekesszékes vívás, hanem épvívás is, de rendkívül eredményesek vagyunk. Összeszámoltuk, hogy 9 Európa-bajnok és világbajnoki érmet nyertünk eddig, 27 világkupa érmet, volt egy paralimpiai bronzérem, és 2 paralimpiai helyezés. Nyilván ezekben az eredményekben még a Veres Amarilla eredménye is beleszámítottak, a Tarján Istvánéval együtt. Ha egy picit előre tekintünk, Istvánban benne van-e a paralimpiai érem lehetőség, akár Párizsban, akár 4 évvel később majd Los Angelesben? Mindenképpen benne van. Tehát, hogyha a csillagok állása is olyan, és minden klappol, akkor bármikor összejöhet. A hétvégén folytatódik a bajnokság a labdarúgó MB2-ben. A tabellán 15. Nyíregyháza Spartacus a második helyezett Gyirmóthoz látogat. A válogatott meccsek miatt 3 hetes szünet volt a bajnokságban, igaz volt közben egy magyar kupa mérkőzés. Mire tudtátok felhasználni ezt az időszakot, mennyire jött jól? Összességében nehéz ezt megmondani, mert ugye Pécsen döntetlent játszottunk otthon, ugye megvertük a Barcikát, úgy gondolom, hogy nagyon jó játékkal utolsó 10 percet leszámítva. Tehát úgy nézett ki, hogy felszálló ágban vagyunk. A kupa meccs az egy különleges mérkőzés volt, mindenki tudja a történéseket. Nagyon rossz pályán játszottunk, keskeny pályán. Persze nem kifogást keresve, a cél a továbbjutás volt, ugye az is sikerült. Összességében azért nem is terveztünk edzőmérkőzést a köztelévő hétvégére, mert úgy gondoltuk, hogy a tartalék úgy is játszik, akik olyanok, hogy kevesebbet játszottak, tudjuk ott is játszatni őket. Illetve egy picit akartuk pihentetni, mert kevés játékosra játszottuk végig a mérkőzéseket. Voltak cserék természetesen, de azért egy 7-8 ember végig játszott a bajnoki meccseket. Vannak kisebb sérültjeink, sajnos van egy súlyosabb is, a Vas Patriknak ugye csavarozni kell a sípcsontját. Én akarok visszamenni a Pécs mérkőzésbe, mert erről már nyilatkoztam, ugye, hogy akkor nagyon csúnyán szétrúgtak bennünket, legalábbis 2-3 olyan belépő volt az első félidőben, hogy illet volna a játékvezetőnek megtorolni, itt az élő példa. Úgyhogy hát arra használtuk, hogy a sérültjeinket megpróbáljuk rendbehozni, sajnos van egy-kettő, aki még mindig nem harcképes, és hát ráadásul egy nagyon nehéz sorozat előtt állunk, ugye 3 hét alatt 6 mérkőzés kell játszanunk, 5 bajnoki és közte egy Vasas elleni kupamérkőzés, ráadásul ugye az élcsoportból játszunk, megyünk Gyirmótra, szerdán jön az MTK, megyünk Szentlőrincre, jön a Dorog, jön a Vasas, és megyünk Békéscsabára. Hát nem túl könnyű a helyzet. Hát azért is próbáltuk inkább egy kicsit, mondom, felszabadítani a játékosokat a pszichikai meg a fizikai teher alól. Milyen csapatot szeretnél látni ezeken a meccseken? Ugye mikor korábban beszélgettünk, mondtad, hogy helyzetek megvannak, be kell rúgni őket. Az utolsó meccsen már azért 4 gól szerzett a csapat. Lehet-e állandósítani azt a formát? Szeretnénk állandósítani. Nagyon fontos lenne, hogy minél kevesebb ember essen ki a csapatból. Most éppen pont úgy vagyunk, hogy a támadó szekciónk néz ki jobban, tehát létszámba is. A Ramos is már ugye játszott a tartalék csapatba egy mérkőzést, hétvégén is pályára fog lépni, tehát mondom, előre játékban vagyunk, meg létszámba, egy kicsit a pálya közepén ugye a Vas Patrik kiesett, a Papucsek sérüléssel bajlódik, a Dajcs sérüléssel bajlódik, úgyhogy most hátul vannak. Ahhoz, hogy stabilak legyünk, ugye, ahhoz igazán az a jó, hogyha egy csapat minél kevesebb gólt kap, lásd a magyar válogatottat, ugye, annak köszönheti a utóbbi idők sikeres eredményeit, ugye a szövetségkapitány nagyon jól megszervezte a csapat védekezését. Hát erre kellene építeni, megpróbáljuk valahogy összedrótozni a csapatot, és hát reméljük, hogy azért ez pontokba is mutatkozni fog. Nagy lökést adna egy jó gyirmóti szereplés a 6-os sorozat előtt, milyen meccsre számítasz?
Nehéz mérkőzés, de hát az NB2-ben könnyű meccs nincsen. Hát jó lenne már egy mérkőzést megnyerni idegenbe. Tudom, hogy a Gyirmót ugye NB1-ből jött vissza, egy kicsit ők olyan csapat, akik nyugodtan játszanak, ha feljutnak, feljutnak, ha kiesnek. Ugye az Aurél már évek óta ott edzősködik, egy rutinos, összeszokott csapat. Hát persze nem lesz könnyű mérkőzés, ráadásul ugye ők is ugye a kupából kiestek. Ugye előtte volt egy hazai vereségük a Diósgyőrtől, igaz, hogy utána Csákváron győzni tudtak. Úgyhogy hát persze nehéz mérkőzésre számítok, de hát egy edző ki legyen optimista, hogyha nem az edző a saját csapata iránt. A második selejtező torna mindhárom meccsét megnyerte, és feljutott az országos főtáblára a Nyíregyházi Sportcentrum U16-os fiú kosárlabda csapata. Brúgós Olivér tanítványai mindhárom meccsükön magabiztosan győztek. Én azt mondtam a srácoknak, hogy vegyük minden meccset úgy, hogy mínusz 30 pontról indulunk. Megvoltam most elégedve nagyon a védekezéssel, szerintem ez volt a hibánk az előző három meccsen, úgyhogy tudtunk javítani, úgyhogy gratulálok mindenkinek. Még mindig egy kezdőjátékosom sajnos sérült, de dolgozunk azon, hogy minél hamarabb visszatérhessen a pályára, és úgy gondolom, hogy ha teljes kerettel vagyunk, akkor bárki ellen jó meccset tudunk játszani. Mennyit készültök egyébként, heti hány edzéssel készül ez a társaság? Heti 5 edzésünk van, ebből 2 kombinált edzés, ott van kondicionálás, illetve egyéni képzés, ezen kívül 3 csapat edzéssel készülünk. Ez a korosztály az, amikor rengeteget változok, akár fél év alatt is a gyerekek, akár fizikálisan, akár mentálisan. Mennyire kell ezt figyelembe venni? Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon nagy kihívás az edzőknek, az U16-os korosztály, itt ugye felmennek gimnáziumba gyermekek, nagyon sokat fejlődnek mentálisan, ahogy említetted is, és úgy gondolom, hogy minden edzősnek nagyon nagy felelőssége van abban, hogy a gyerekek minél többet kihozzanak magukból. Ezzel a csapat ott van a 32-es országos főtáblán. Mi a rövid távú és mi a hosszú távú cél ezzel a korosztállyal? Én úgy gondolom, hogy mindenképpen van esélyünk legalább a legjobb 16-ba bejutni, de én a legjobb 8-at fogom megcélozni. Az első kör sérülések, hiányzók miatt nem sikerült túl jól, 2 vereség és 1 győzelem volt. Most gondolom, beszélgetetek a srácokkal a hazai torna előtt, milyen céllal, milyen elképzelésekkel vágtatod neki ennek a 3 meccsnek. Teljes mértékben az volt a célunk, hogy ezt a 3 meccset megnyerjük, mivel kulcsfontosságú ahhoz, hogy a további fordulókban előrébb és előrébb kerüljünk, persze erősebb csapatok ellen. Hát a hiányosságot pótolni kell, jobban kell bírnunk a melót, az edzőink erre teljes mértékben felkészítettek, hál' az Istennek megkapjuk a kellő támogatást otthonról, szüleinktől is. 3 nagy különbségű győzelmet arattatok, melyik volt a legnehezebb meccs? Őszintén, az első meccs az nem volt valamennyire. Az hál' az Istennek kipihentek voltunk, ugye hazai pálya, ugye ez is adja az erőt, a szurkolók, és úgy álltunk hozzá, hogy be kell húzni. Utána a második meccsen már kicsit fáradtak voltunk, de itt is akaraterő kérdése volt főként. Ez a harmadik meccs már 2 meccs után viszonylag lefárasztott minket, de hál' az Istennek tudtuk állni, és én úgy érzem, hogy a későbbiekben is simán tudjuk majd fenntartóan bírni ezt. Mióta kosarazol és mi a célod a kosárlabdában? 6 éve kosarazom intenzíven. Főként az a célom vele, hogy meglegyen kellő testmozgás, és a továbbiakban magas szinten üzhessem. Mint utánpótlás szakágvezető, milyen célokkal engedted ennek a bajnokságnak a fiatalabb korosztályokat? Célokat nagyon nehéz megfogalmazni exakt módon utánpótlásban, hiszen valaki arra esküszik, hogy minél jobb eredményt érjen el, valaki arra esküszik, hogy játékosokat neveljen, van, aki úgy gondolja, hogy az utánpótlás bázis szélesítése a fő feladat. Hát úgy gondolom, hogy nekünk itt Nyíregyházán előtérbe kell helyezni, mivel felnőtt csapat, első osztályi csapatunk van, a fiatal játékosok nevelését, a tömegbázis bővítését is mindenképpen, és az eredményeket se szabad szem előtt éveszteni, viszont mindenképpen fontos kiemelni, hogy ugye több nemzeti akadémia is van az országban, akik ellen nehéz fölvenni még ilyen korban a versenyt, úgyhogy én, mint szakágvezető úgy gondolom, az a fontosabb, hogy neveljünk ki olyan fiatal játékosokat, akik aztán a felnőtt csapatban lehetnek akár meghatározó játékosok, illetve bővítsük a tömegbázis, tehát hogy legyen minél több játékos az adott csapatban. Aztán az, hogy összejön egy szép eredmény, egy országos döntő, az már úgyis az adott tehetségeknek a függvénye. Úgyhogy például az U16-os csapatunk most ugye főtáblába jutott, sikeresen vette a selejtezőkört, ott is vannak fiatal ügyes gyerekek. Minden korosztályban vadászunk az ilyen úgymond gyöngyszemekre, mint ahogy Nyíregyházáról
évről évre, évtizedről évtizedre jönnek ügyes játékosok, de azt sem szabad szem előtt éveszteni, hogy előfordulhat az, hogy egy korosztályban nincsen olyan tehetség egyszerűen, mert a tehetség az születik. Ennyi fért a mai Sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!